Kedves tiszavasváriak! Az elmúlt 4 hét a készüléssel tölt el, az adventi időszakban készültünk a karácsonyra. De engedjék meg nekem, hogy egy kicsit távolabbról kezdjem a megemlékezést. Több évtizeddel ezelőtt a karácsony még nem ebben a pompában ragyogott, mint a mai világban, nem voltak színes reklámok, nem voltak fényfüzérek az utcákon, hanem egyszerű, kis világos karácsonyfák, amelyeken a gyertyák és a saját magunk által készített díszek voltak, a papírkoszorúk, akár a kis csillagok, ezekkel vártuk a karácsonyt gyermekkoromban. Ma ez a világ egy kicsit megváltozott. Most már mindenhol díszek, reklámok és az ehhez hasonló felhívások vannak arra, hogy ki milyen nagyértékű ajándékot tud adni karácsonyra. Ez az ajándékozás egy kicsit szerintem már túlzott. Én mindig azt mondom, hogy a saját magunk által készített egyszerű kis ajándékok, amelyeket egyetlen dologba kell csomagolni, ez pedig a szeretet. A szeretetbe csomagolt ajándékokkal meg tudjuk lepni hozzátartozóinkat, és meg tudjuk lepni főleg gyerekeinket, akiknek a karácsonyi varázsa még mindig a legnagyobb készülődés az év folyamán. Sajnos vannak olyan embertársaink, akiknek a karácsony szomorkodást, esetleg valamilyen problémát okoz. Nekünk kötelességünk, hogy nekik reményt gyújtsunk a lelkükben, és mindenkinek reményt adjunk abban, hogy a következőkben egy sokkal jobb év következik, amiben már a boldogság és a szeretet őket is meg fogja találni, és ez mindenkinek a kötelessége. Sajnos ebben az eltárgyasult világban nagyon sokan azt hiszik, hogy az ajándékokat minél nagyobb mennyiségben és nagyobb értékben kell odaadnunk szeretteinknek. Pedig nem. Mindig azt mondom és vallom, hogy a legnagyobb ajándék a szeretet. A karácsonyfa környékén mindenképpen azt kell néznünk, hogy kikkel vagyunk együtt, hiszen szeretni még életünkben kell. Szeretetet nem lehet törvénybe foglalni, és nem csak karácsonykor kell szeretni. Szeretni mindig kell egész évben, és aki ezt az érzést át tudja élni, az karácsonykor is boldogan, nyugodtan fog jó sok órát eltölteni szeretteivel. Sajnos ez a vírus, amely most a világunkat körbeveszi, okozza ezt a félelmet, amely a napjainkban a karácsonyra is rányom a bélyegét. Én arra kérek mindenkit, hogy felejtsük el, hiszen ez a boldogság, ez a pár nap mindenképpen arról szóljon, hogy a kedveseinkkel, szeretteinkkel együtt legyünk. Engedjék meg, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében áldott karácsony kívánjak mindenkinek, és megköszönöm a városunk érdekében végzett munkáját.